Szevasztok, én Vattás vagyok, és ez itt az én motorom. Körülbelül egy éve ismertük meg egymást, és ez egy igen komoly, mély szerelmi kapcsolat. Rengeteg örömet okozunk egymásnak a természetben, meg néha a városban is sok-sok ember előtt. Ez egy 2005-ös KTM 950 Adventure S, 100 lóerőt és 95 Nm nyomatékot ad le. Hát ilyen végsebességekről ne nagyon kérdezzetek engem, mert nem próbáltam, és valószínűleg nem is fogom. Legyen annyi elég, hogy a gyári adatok szerint 240-nel tud menni, viszont nekem nem 42-es, hanem 45-ös fogaskerék van hátul. Ezáltal körülbelül egy 3%-ot veszít a sebességéből, viszont sokkal harapósabb, illetve terepen sokkal alkalmasabb így motorozni vele. Elő 21-es, hátul 18-as kerék van rajta, emellett van hozzá egy utcai kerékszettem, ami annyiban különbözik, hogy elől egy 19-es, picivel vastagabb felni van. Úgy egy picit nagyobb stabilitást nyer a kanyarokban az aszfalton, de hát alapvetően ez az a kerékszett, amit én imádok használni. Elől és hátul White Power felfüggesztés található. Az S annyit jelent, hogy a sima Adventure-höz képest így 60 mm-rel magasabbak a lengéscsillapítók, ezáltal összesen egy 260 mm-es útja van elől is hátul is a felfüggesztésnek. Majdnem, hogy menet közben is tudom állítani a lengéscsillapítást, hogyha utassal megyek, vagy megpakolva, akkor egész egyszerűen rátekerem az előfeszítést, vagy pedig, hogyha sportosabban szeretnék közlekedni, akkor fel tudom keményíteni a futóművet. Ha pedig terepre megyek, akkor leveszem róla az előfeszítést, ezáltal megbújítom a felfüggesztést. Ennek a felfüggesztésnek, illetve a dupla oldalsó üzemanyagtankoknak köszönhető ez a horribilis hasmagasság. Illetve ez a dupla üzemanyagtank még arra is jó, hogy ha egyszer mondjuk elesek és lerobbantom az egyik oldalról, akkor egy tankkal még simán haza tudok menni. Akrapovics dobok vannak fent, nem hinném, hogy olyan sokat hozzátesznek a lóerőhöz, viszont amiben rengeteget számítanak, hogy a gyári doboknál egy olyan 6-7 kilóval könnyebb darabja, illetve a titániumnak köszönhetően rettentő gyorsan lehúzza a hőt a motorról, alig 3 perc álltam meg, de már egy ilyen kellemesen langyosra hűlt a dob. A gyári dobhoz még egy 20 percig nem szabadna közel menni, mert még a szőr is felpöndörödne a kezemen a hőtől, tojást is lehetne rajta sütni. A nyitott dobnak köszönhetően sokkal jobb a gázreakció. Meg lehet, hogy hülyének néztek, de nekem a hang egy 50%-ot hozzátesz a motorozáshoz. Ugyan ki nem szereti ezt? Ezt a fejidomot egy Turatec nevű cég gyártja, alul egy halogénizzó, fölül pedig egy Hellaxenon pirítja a bagikat éjszakánként. A bukócsőrendszert egy lengyel Híd nevű cégtől vásároltam direkt erre a modellre. Itt elől egy 950 Super Enduro-nak a sárvédője van felrakva, meg ezek a villavédők valamilyen EXC-ről származhatnak. Ez még jóval előttem került fel. Még apróbb kényelmi módosításként egy ilyen 2 inches, 5 cm-es rally laser kormánymagasító van fent, ami lehetővé teszi, hogy terepen kényelmesebben tudjak állva motorozni. Az Oxford markolatfűtést itt tudom nyomkodni, ez egyébként életet ment egy-egy hűvösebb napon, illetve ilyen behajtható visszapillantók vannak fönt, így legalább nem kell aggódnom, hogy valami ág leviszi, hogyha terepen megyek. Széles tüskés lábtartóim vannak, hogyha sáros a talpam, akkor is rendesen meg tud rajta tapadni a csizma, illetve ezt mindenkinek ajánlanám, mert sokkal lassabban süllyed el a motor sárban vagy mély homokban, meg hát köztudott, hogy mivel narancssárga, ezért plusz lóerőt ad a motor teljesítményéhez. Rólam annyit kell tudnotok, hogy egy 20 éves szegedi egyetemista srác vagyok, aki imád eltévedni, felfedezni, és hát most már lassan 20 éve motorozom, ennek jelentős részét terepen teszem. Természetesen nem vagyok egy rallycross világbajnok, éppen hogy eltémfergek egy-egy földúton. Videózás terén végtelenül egyszerűen gondolkozom, olyan videókat szeretnék közzétenni, amiket én is nagyon szívesen megnézek és engem is leköt. Ilyen elkizős, kibeszélős videóból rengeteg van ezen a platformon, azt meghagyom másnak. Itt a motorozásról van szó, megpróbálom nektek átadni az élményeket. Biztosan eljutok az idén is nagyobb aszfaltos, illetve tereptúrákra, megpróbálom majd ezeket összefoglalni nektek egy-egy videóban. Lesznek vlogok, zenés montázsok, meg hát nem vagyok egy motorszerelő, de azért ilyen apróbb dolgokat meg tudok nektek majd mutatni. Biztos fogom dokumentálni ezt is. Egyébként nincs ilyen homokos hangom, csak hogyha felállok a motoron, akkor ilyen drónfelvétel készül, hogyha leülök, akkor meg rettenetesen ráz. Cica! Cica, cica, cica! Hú, de fut! Az igen! Terepezés terén egyelőre itt vagyok ragadva az Alföld homoktűlőjén, amivel semmi probléma nincsen, mert imádom ezt is, meg lehet szokni, meg lehet tanulni, hogy hogy lehet közlekedni a mély homokban. Persze azért nem rossz egy zalai dombságot néha bevenni, de hát sajnos ritkán adatik meg nekem ez a lehetőség, úgyhogy most ezzel kell beérnem. Ha tetszik, amit csinálok, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hát nyugodtan kérdezzetek kommentben, és én megpróbálok a lehető legjobb tudásom szerint válaszolni mindenre. Menjetek motorozni, akinek van lehetősége, én is azt teszem. Szevasztok!